lánccal, borral, képekkel búcsúztak Benkő Dánieltől a közeli barátok, hiszen Benkő életét is ez határozta meg. A mámor, a szerelem, a múzsák és a művészet, az élet művészete. Kedvese Bazsa Rózsa Dániel halála óta először adott interjút. 14 éves voltam úgy először, amikor Dániellel először találkoztam. És onnantól kezdve megfogott, és elkezdett engem nevelgetni. Az utóbbi 4,5-5 évben melegettünk úgy össze, mint férfi és nő, mint egy pár. És tudom, hogy az emberek ezt nem értik meg, hogy egy ilyen fiatal és egy ilyen idős emberhez, hogy lehet ilyen szoros kapcsolat, akár egy szerelmi kapcsolat is, de aki ezt nem tapasztalta meg, az sosem fogja megérteni. Dániel azt mondta mindig, hogy egy ilyen kapcsolat 100 évente egyszer, ha van, és igazam van. Igazából összevissza be a szívem, nem is érzem jól magam, és nincs is kerülöm. Varga Viktor megrendülten állt, csak kereste a szavakat. Nem is akart ő így beszélni, hiszen Benkőtől ő már elbúcsúzott magában, és egy klippet készített az emlékére, ahogy a Fókusznak is elmondta, kettőjük között különös lelki rokonság volt. A lélektársak azok így észreveszik egymást, hogy hasonló a gondolkodásmódjuk, vagy ugyanazokról elmélkednek, illetve ugyanazok vonzák, szóval egy pillanat alatt összebarátkoztunk, és mindig úgy hívott, hogy én vagyok a fia, a fogadott fia. Ő is a szabadsággal operál, tehát az egész élete a szabadság megéléséről szól, és az embereknek a tanítása abban az irányba, hogy kicsit szabaduljanak ki önmagukból. Mindenki szólhatott pár szót, aki szerette Benkőt, így kapott mikrofont az X-faktoros gitártörésben többszörös visszaesőnek számító Hörher László, aki azt mondta, Benkő televízió szerepléseivel egy posztdadaista akcióművésznek tekinthető, és hogy ez mit jelent? Éppen azt, amit Dániel csinált, ha kellett, botrányosan viselkedett, hogy így hasson a közönségre. A fantasztikus életünket, amit hagyott maga után, így módon harmadtatlanná avanzsálta magát, és azt kell, hogy mondjam, hogy direkt jól tette Benkő Dániel azt, hogy megvilantotta a gitáros zsenie mellett, még a szellem zseniét is, és így teljes a Benkő életünkben egy fantasztikusan érdekes kontraszt Benkő Dánielnek ez a két arca. És azt kell, hogy mondjam, hogy lényegesen gazdagabb lett a portás magyar kultúra. Benkő Dániel művészi munkásával révén. Reménységet. Bazsa Rózsa arról is beszélt, hogy Dániel kérésére az együtt töltött évek alatt rengeteg hangfelvételt és videót készített. Az egyiket be is mutatta. A lampművészet, azaz decens, az a szolid, az a film, az nagyon keveseknek szól. Arra csak akkor kezdtek el igazán sokan figyelni, a lantosan elkezdtem ezt elejteni. Eljött emlékezni Komáromi István énekes, nyugalmazott rendőrtábornok. Ő megtehette ezt. Tehát hogyha egy okos ember, aki letett az asztalra hülyeskedik, az nem olyan, mintha egy buta ember okoskodik. Tehát nyilvánvaló, hogy ő tehette ezt, mert mögötte volt egy nagy teljesítmény. Ez a felvétel 4-5 évvel ezelőtt készülhetett. Benkő a halállal kapcsolatban is filozofál rajta. Így választ kapunk rá, hogy bár életét nagyon nyitottan, sokszor a kamerák előtt élte, temetését miért tartották mégis a legszűkebb családi körben? A halál, ha van olyan, annak is mindig jelent vele. Az élet, ez egy folytonos folyamatú dolog, álláspontunk szerint nincs halál, csak az élet, és annak különböző formációi vannak. De ha van olyan fizikai halál, hogy itt az ember elvágódik, akkor annyi. De az, hogy az egy téma legyen, hogy te mostan elmúlsz, hogy most betegség, hogy most kórházba szállítanak, hogy most kimész a világból, ezt kikérem magamnak. Tehát ebben nem megyek bele. Nagyon fit volt az utóbbi időben, tehát egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy betegeskedett. És a halál valóban nem volt egy szokatlan téma a mi kapcsolatunkban, és nagyon sok mindenről beszéltünk. Dániel mindig az életre szavazott. Mindig azt mondta, hogy Bazsikám, én az életre szavazok. Nincs halál, nincs elmúlás, csak örök lebegés van. És ő ebben az örök lebegésben akar élni.
annyira akart élni, hogy gyermeket szeretett volna Bazsa Rózsától. Kapcsolatuk ugyanis minden félremagyarázás ellenére tiszta szerelem volt, nem pedig kirakadt kapcsolat a média felé. Gyereket szerettünk volna, sőt, Dániel szeretett volna tőlem gyereket. És rá kellett beszélni, hogy menjek bele ebbe a tervébe. Sikerült elbeszélni? Sikerült elbeszélni, én is szerettem volna a gyereket, és próbálkoztunk is. Hát nem lett össze. December 15-e óta heteknek kellett eltelnie, amíg Bazsa Rózsa újra meg tudta hallgatni Benkő gitár vagy lantjátékát. Ma már képes rá, igaz, mindig sír közben, de ez számára a gyógyulás része. A napszerelmek nem gyógyíthatók van ez a dal, és ilyen nagy elgyújtnak nem hiszem, hogy ki lehet keverni. És a hasonszőrű nők, akiket ismerek így a történelemben, utána már nem mentek férjhez, és félek attól, hogy velem is elkezd. Rosszul épp miatt ért véget el.